Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Akkor ígéretünkhöz híven egy beszélgetéssel folytatjuk ezt az élő műsort, és Vajtó Lajos a vendégünk, aki a Szociáldemokrata Unió elnöke. Hát a szociáldemokráciáról viszonylag keveset hallunk, tehát erről fogunk beszélni, hogy ennek mi az oka. De először annyit, hogy Lajos, miután nem tegnap ismertük meg egymást, én jól ismerlek téged, de a hallgatóknak is mondjál magadról valamit, ami érdekes lehet. Habár téged nagyon sokan ismernek, mert idáig más szerepben, de azért jelen voltál a magyar közéletben, és jelen is vagy. Igen, éppen ezzel akartam kezdeni, hogy szerintem engem nagyon is jól ismernek az emberek, csak egészen más oldalról. Kik annak idején a sportminisztérium oldalára, amikor szóvivő voltam, és a magyar sportügyeit képviseltem egy 8 esztendőn keresztül, kik meg később családom okán, vagy egyéb közéleti tevékenységem okán. Mégis jó magam egyébként már a rendszerváltás küszöbén az akkori baloldali pártnak és annak vezetőjének voltam a tanácsadója, Horn Gyulának voltam a tanácsadója, a legszűkebb köre, baráti és szakmai köre. Teniszköre. Így van, egészen a haláláig én voltam a páros tenisz partnere, és mindig a politikának a holdudvarában voltam, de nem akartam a politikával foglalkozni, a politikának bizonyos elemeivel, szakmai részével foglalkoztam, leginkább a média részével, sajtófőnök voltam. Aztán később, mikor Horn Gyula miniszterelnök lett, akkor kormányfő tanácsadóként is a médiaügyeket végeztem. Soha nem akartam politikával foglalkozni, és aztán teltek múltak az évek, és a politika... Én gyakorlatilag előbb foglalkoztam, vagy előbb voltam így érintett a politikában, mint bárki más, aki ma a politikában részt vesz. Mondhatom azt, hogy mint bárki más, beleértve a Orbán Viktort is, de én szerettem volna távol tartani magam tőle. Most viszont úgy gondolom, hogy szükség van arra, és ez nemzetközi példák is alátámasztják, szükség van arra, hogy olyanok is részt vegyenek a politika formálásában, akik a civil életben mutatták meg azt, hogy alkalmasak, akik a civil életben lettek hitelesek. Egy időben divatos volt azt mondani, hogy jöjjenek a fiatalok, övék a jövő, és nekik nincsenek bűneik. Hát ez a lemez lejárt. Ez a lemez, ez most már úgy gondolom, hogy lejárt, és én inkább azt mondom, hogy olyan szép országban élünk. Ez egy kincs szem. Magyarország egy kincs. Valamikor élelmiszer nagyhatalom voltunk. Csodálatos tudósaink, sportolóink vannak. Csodálatos emberek élnek itt, akikre méltán lehetünk büszkék, és ma azt látom, hogy elkeseredettek az emberek, betegek az emberek, szomorúak az emberek, reménykednek, ülnek, mint az a bizonyos béka a fazékban, és alattuk a fazék alá van gyújtva, és észre sem veszik is egyik pillanatra, a másik pillanatra megfőnek. Én úgy gondolom, hogy olyan emberek, akik a közéletben ismertek, olyanoknak kutya kötelességük az ismertséget felhasználni arra, hogy segítsenek. Ráadásul, ugye én a politika világát elég jól ismerem, ráadásul mindkét diplomám az államigazatással kapcsolatos, államigazatásra vonatkozik, tehát ismerem a közigazgatás működési rendjét, és úgy gondolom, hogy eljött az idő, tekintettel arra, hogy az emberek kiábrándultak a pártokból, a politikusokból, eljött az idő, hogy mi civilek vegyük kezünkbe a sorsunk irányítását, és jó lenne, ha végre nem azt mondanánk, hogy idősek vagy fiatalok vegyenek részt a politikában, hanem mindannyian. Mindannyiunkban van érték, a fiatalokban is van érték, az idősekben is van érték, és úgy gondolom, hogy egy ország irányítása az egy szakma. A szakmát meg azoknak kell végezni, és azoknak kell irányítani, akik értenek hozzá. Jó magam több helyen, több vállalatnál voltam
válságmenedzser vezetőként, és úgy gondolom, hogy jó lenne, ha olyan emberek ebben a válságos helyzetben, ami most van, és nem is akarok sűrű felhőket fölfesteni, de ami most következik, ebben jó lenne, ha olyan emberek vennének részt, akik egész életük során bizonyították alkalmasságukat, mind szakmai, mind morális tekintetben. Úgyhogy ma én arra vállalkoztam, immár most már 4 éve foglalkozom ezzel a háttérben, az a megtiszteltetésért több ember részéről, hogy rám bízzák a szociáldemokrata ügyét, szociáldemokrácia ügyét. A történelmi szociáldemokrata pártnak az irányítását adták a kezembe, és úgy gondolom, hogy egy ilyen válságos helyzet, ami most következik, valamint az, hogy Európa a legerősebb politikai brendjévé nőtte ki magát a szociáldemokrácia, hiszen Olaf Scholz személyében ugye a szociáldemokrácia első számú vezetőjét köszönthetjük Európában. Úgyhogy én arra vállalkoznék barátaimmal, társaimmal, hogy Európa legerősebb politikai brendjének megfelelő magyar megfelelőjét. Tehát akkor azt mondod, hogy az 1890-ben alapított pártnak a jogfolytonos utódja, képviselője az általad irányított szervezet, de hogy lehet az, hogy ahogy te mondtad, hogy Európában meghatározó és vezető brend a szociáldemokrácia politika színpadán, hogy Magyarországon már a rendszerváltás idején is nagyon gyenge volt a jelenléte. Mi ennek az oka? Politikai okai vannak, személyi okai vannak? Erről beszéljünk egy kicsit. Orosz Tímea politológus feldolgozta a szociáldemokrácia 100 esztendejét, tehát 2008, Magyarország legrégebbi pártja a szociáldemokrata párt, és ezt a 100 évet feldolgozta, és azt mondta, hogy rendelkezésre álltak mindenféle levéltári dokumentumok, és még élő nagy szociáldemokratákkal mindenkivel beszélt. És mégis azt mondja, hogy rendkívül nehéz tisztán látni. Egy biztos, a rendszerváltás hajnalán 89-ben egy hónap alatt 8000-en léptek be a szociáldemokrata pártba, egy hónap alatt 18 kerületben alakult meg a szociáldemokrata párt. Tehát volt igény és volt remény. És 80 városban alakultak meg a helyi sejtek. Ez egy hónap alatt. Ez jól mutatja azt, hogy a szociáldemokrácia, Magyarországon két nagy párt van, Lányi András filozófus szerint, amelyik képes tömegeket mozdítani és képes tömegeket képviselni. Ez a Kisgazda párt és a Szociáldemokrata párt. A Szociáldemokrata párt 89-ben iszonyatos fejlődésnek indult be. Ez megrémisztette az akkori hatalom valamennyi képviselőjét. Az előbbi számokat, amit mondtam, egy hónap alatt 8000 ember lépett be, 18 kerületben alakult meg, és 80 városban. Gondoljunk bele, hogy ma a parlamentben ül 3 olyan párt, amelyik együtt nem képvisel ilyen erőt. 3 parlamenti párt van, akinek összesen nincs 8000 tagja, és nem képvisel. És mindezt szociáldemokrácia egy hónap alatt ért el. Az akkori politikai szereplők mind a hatalom oldalán, mind a feltörekvő ellenzék oldalán pánikba estek, féltek. Mondhatom azt, hogy mind a szocialista párt, mind a akkori ellenzék első pártja, az MDF és az első kormánya megijedtek ettől, és gondoskodtak arról, hogy ez a gyorsan, hatalmasra növekvő pártban megfelelő legyen a megosztottság. Különböző frakciók alakultak, különböző irányzatok, voltak szociál-liberális frakció, voltak reformkommunisták, voltak antikommunisták, és ezek csak a legnagyobbak, amiket mondtam. Itt rengeteg úgynevezett operatív ember volt, rengeteg beépített ember volt, akik gondoskodtak arról, hogy minél nagyobb szakadékok, minél nagyobb árkok legyenek,
igazán még kiseréptek a nyilvánosság elé, már hatalmas belső harcok voltak, gondoljunk csak Révész és Bihari közötti ellentétre. Úgyhogy az igazi ok az, hogy ez az irányzat, ez valóban a nagy tömegek érdekeit képes képviselni, és bizony ettől a politikai pártok megijedtek, féltek, és mindent megtettek, ugyanúgy, hogy a kisgazdáknál is egyébként. Kísértetiesen emlékeztet a történet a kisgazdákra, mert ugyanaz volt a helyzet, hogy titkosszolgálati eszközök. Ezt a két pártot kellett kinyírni ahhoz, hogy egyéb más sanda érdekek és sanda politikai irányzatok érvényesülhessenek. És van-e valamilyen mérés vagy felmérés arra vonatkozólag, hogy ma van-e igény a szociáldemokráciára? Milyen módon lehet azt kielégíteni? Van-e elképzelés arról, hogy itt mi a jövő útja? Rábi Eszter végzett erre vonatkozóan egy vizsgálatot, amely szerint, ha ma lenne szociáldemokrata párt, az pillanatok alatt Magyarország második legerősebb pártja lenne. Pillanatok alatt Magyarország második legerősebb pártja lenne. Egyéb iránt pedig én azt mondom, és azt szeretném üzenni, hogy látni kell a sorok között, nem kell a kanálban feltalálni a mélyedést. Az embereknek elegük van a politikusokból, elegük van a pártokból. A szociáldemokrata párt a önmérsékletet tanúsított, hiszen már 4 esztendeje próbáljuk építeni magunkat, de tekintettel arra, hogy az ellenzéki pártok úgy gondolták, hogy az ellenzéki összefogás oldja meg a hatalomváltást, ebben nem kívántunk beleszólni, tudomásul vettük ezt, bár első pillanattól kezdve nem értettünk egyet, és tavaly október 23-án Kétli Anna a Márványtáblájának avatásakor a beszédemben ennek hangot is adtam. Tehát nem messzirőlt ember azt mond, amit akar, hanem ennek nyoma is van, hogy már akkor jeleztem azt, hogy az ellenzéki összefogás az nem hozza meg a várt eredményt. Már akkor lehetett érezni azokat az ellentmondásokat, amik ebben az összefogásban vannak. Már akkor mondtam azt, hogy a 6 ellenzéki párt Orbán Viktor kottájából játszik, és az ellenzéki összefogás gyakorlatilag a NER-nek a része. És hát aki nem becsüli az ellenfelét, az rossz sorsra jut, és én azt mondom, hogy aki nem becsüli Orbán Viktort, hogy nem véletlen alakította úgy ki azt a környezetet, hogy ez a 6 párt összefogjon, hogy a 6 párt személyébe beépítette a saját maga trójai falovát. Ezt elmondtam akkor is a Kétli Anna tábla avatásakor. Sajnos az élet engem igazolt. Sajnos furcsa dolgok történtek. Bár az ellenzék akkor csodálatos politikai innovációként tapsolta és tisztelte az előválasztás intézményét. Hát az előválasztás az olyan kicsit a Bacsó Péter tanú című filmje jut eszembe, a Magyar Narancs. Hát először ez nem innováció, azt lopták, ugye elsősorban Amerikából, és nem erre használták. Arra használták, hogy ha egy párton belül vannak erős egyéniségek, és nem dőlt el a sorrend, akkor egy előválasztással mérettették meg őket. Erre alkalmas. Arra nem alkalmas, hogy különböző politikai pártok vezetőjét mérjék meg, hiszen, mint itt is mutatta, a különböző politikai pártok szavazóit összeugrasztotta. Éppen ez a rákfenéje ennek a történetnek, hogy olyan ellentétek alakultak ki a DK, a Jobbik, és nem sorolom tovább, az összes párt hívei között, ami miatt eleve tudni lehetett, hogy a szavazatok nem adódnak össze. Sajnos az élet ezt igazolta. Mi tudomásul vettük a politikai pártoknak ezt az ármánykodását. Ez semmi másra nem volt jó, mint arra, hogy olyan parlamenti pártok, akik nem jutottak volna be a parlamentbe, ha önállóan kell megmérettetni magukat, nyugodtan mondhatom, hogy a jelenlegi 6 ellenzéki pártból 3 egészen biztosan nem jutott volna be, de esetleg mondhatnám a 4-et is,
Ma már a mai mérések alapján ebből a hat pártból egy párt jutna be, összesen egy párt jutna be a hatból. Tehát ez semmi másra nem volt jó, mint arra, hogy olyan emberek, akik a civil életben nem állták meg a helyüket, azok a politika oltalma alatt bejussanak a parlamentbe, és 4 évig jól érezzék magukat. A szociáldemokrácia az önmérsékletet tanúsított, nem köptünk a levesükbe, érezzék jól magukat ez alatt a 4 év alatt, azonban mostantól kezdve fölhívjuk a figyelmüket arra, hogy most ők gyakoroljanak önmérsékletet, és azon leszünk, hogy okulva a hibájukból, hogy nem a politikai pártok fogjanak össze, hanem mindazon választópolgár, akik változást akarnak. Ez nem csak az ellenzéki szavazókat és választópolgárokat, hanem azokat is, akik a jelenlegi kormánypártokra szavaztak. Mindazokra, akik változást szeretnének. Ezért létrehoztunk egy olyan pártnak nevezett szervezetet, amelyiknek nincs pártelitje, nincsenek sanda szándékok, csak olyan emberek vannak benne, akik az elmúlt időszak évtizedekben megállták a helyüket, hol a civil életben, hol a közéletben. Várunk szeretettel mindenkit, korra, nemre, tekintet nélkül. Rengeteg fiatal van már most közöttünk, rengeteg idős és középkorú ember. Mindenkit várunk, akik nem a pártokban és nem a politikusokban reménykednek, hanem önmagukban. Hát az előválasztással kapcsolatban én még annyit húznék hozzá az abszolút pontos helyzetértékelésedhez, hogy ennek volt azért egy nagyon komoly erkölcsi negatívuma is. Tulajdonképpen az eddig 12 éve a parlamentben regnáló ellenzéki pártok eldöntötték, hogy oda senki más rajtuk kívül ne jusson vissza, hiszen az előválasztás az pont arra volt jó, hogy ezek a pártok, akik 12 év alatt gyakorlatilag semmit nem tudtak parlamentáris eszközökkel elérni, hogy ők újabb 4 évre ugyanott üljenek, és tulajdonképpen a jelenlétükkel legitimálják a Fidesz kormányzást, vagy a Fidesz hatalmát. Ezt nagyon köszönöm, hogy mondtad, mert épp a következő mondatom még az lett volna, hogy mi nem akarunk harcot hirdetni, mi rendet szeretnénk. A szociáldemokrata párt az egy rendpárt szeretne lenni. Mi békét, nyugalmat szeretnénk. Mi nem abban vagyunk érdekeltek, mint a jelenlegi ellenzéki pártok. A jelenlegi ellenzéki pártoknak az a jó, ha az országban minél rosszabb a helyzet. Ebből merítik az erejüket. Nincs mögöttük tömegek. Nem képesek tömegeket mozgósítani. Az elmúlt években olyan komoly társadalmi problémák voltak, olyan komoly közéleti problémák voltak, amiket nem tudtak, még ennek árán sem tudtak megerősödni. Még egy Covid sem volt alkalmas arra, hogy megerősödjenek. Ők az ellenfelük hibáiból nem tudnak tanulni, és nem tudnak megerősödni. Ezért az a szomorú helyzet van most, és azt kell, hogy mondjam, hogy aki itt változást akar, annak először a jelenlegi ellenzéket kell legyőzni. A jelenlegi ellenzék abban érdekelt, hogy itt sajnos ez bármilyen szomorú hallani, hogy itt minél rosszabb legyen a helyzet. Mert ha minél rosszabb van a helyzet, ők akkor tudnak helyzetbe kerülni. Van hivatkozási alapjuk, hát mondjuk döntési helyzetben nem kerülnek, csak erre való hivatkozással tartják fel magukat. Mi a közeli hónapokban, meg a közeljövőben mi felszólítjuk az ellenzéki pártokat, hogy gyakoroljanak önmérsékletet, hogy az ereikkel, erőforrásaikkal segítsék ezt az új mozgalmat, segítsék ezt az új elképzelést, mert akik nem így tesznek, azok elárulják az ügyet, márpedig most a közeli jövő az nem Orbán Viktorról és nem a Fideszről fog szólni, hanem rólunk. Rólunk magyar emberekről, a magyar társadalomról,
hiszen olyan recesszió következik be, olyan válság lesz itt, olyan élelmiszer és energiahiány lesz, hogy egy rendpártra lesz szükség. Ha igaz az, amit Ág Attila politológus kéri, László és Ceglédi Zoltán írtak tanulmányukban, hogy a közeli jövőben, ebben a kurzusban és ennek a kurzusnak az elején magától összedől a rendszer, akkor bizony nagyon-nagyon fontos az, hogy egy olyan erőre jelenjen meg, amelyik képes a rendet kézben tartani, és egy olyan erő jelenjen meg, amelyik konszenzust tud teremteni mindazon erőkben, párthoz való hovatartozás nélkül, és ebbe beleértem a kormánypártot is, hogy minden erőt, akik tudnak segíteni az országnak ebben a nehéz helyzetben, azt minden erőt összefogják. Minden erőt. Most beszéltünk idáig egy kicsit a múltról, meg egy kicsit a jelenről, most jön egy kis zene, és a zene után pedig a jövőről, mert hát ez az, ami azt hiszem minden magyar embert foglalkoztat. No, kedves hallgatóim, akkor innen folytatjuk Vajtó Lajossal, a Szociáldemokrata Unió elnökével. A beszélgetést én magam Herényi Károly vagyok. Az első részben jelenről és múltról beszéltünk. Azt ígértem, hogy a második részben majd a jövőről ejtünk szót, mert azt hiszem ez érdekli a legjobban az embereket. Én örömmel hallottam, amikor beszéltél magadról, hogy mind a két diplomát közigazgatással és államigazgatással kapcsolatos. Ezt azért tartom fontosnak, mert én nem vagyok nagyon erősen szakember és szakértő párti, de az ország a mai helyzetben a szétesés állapotában van. Tehát a koordinálatlanság, az irányítatlanság, az átgondolatlanság állapotában. Ebből a helyzetből nem lesz egyszerű kitörnünk, nem működik. Tehát úgy néz ki, hogy az ország nem működik. Milyen elképzelésed van, milyen modell van a szemed előtt, hogy kéne, mik lennének az első intézkedések, amiket villámgyorsan foganatosítani kéne, ha döntési helyzetbe kerülne a Szociáldemokrata Unió? Hát, ha most itt egy ellenzéki vezető ülne, valamelyik ellenzéki pártnak a vezetője, akkor nyilván most itt ráerősítene erre, hogy micsoda káosz van, és mondaná a különböző problémákat. Én most nem szeretnék ebbe a hibába esni, nem mintha nem lenne mit, miről beszélni, és nem mintha nem lehetne hosszasan sorolni a dolgot. Lehet, hogy most itt nagyon praktikus lenne azt mondani, hogy hát nincs idő arra, hogy annyi időnk itt nincs, hogy elmondjuk, hogy mi minden probléma van. Én inkább úgy közelítek, hogy az a fura helyzet van most, hogy szerintem most mindannyiunknak szurkolni kell Orbán Viktornak, hogy uralni tudja a helyzetet, mert ez a közös érdek. Tehát itt most olyan nagy a baj, olyan hatalmas problémák jönnek, hogy most azon kell szurkolni, hogy kézben lehessen tartani a hatalmat. Én nem véletlenül mondtam a szociáldemokráciánál a rendpártot. A kisgazdapárttól plagizálhatnék, és az ő köszöntésük volt borbúzát, békességet. Tehát itt most egy olyan időszak jön, amikor ez a három, ez csak álom. És én úgy gondolom, hogy csak közös erővel lehet, hangsúlyozom egyszer, közös erővel lehet a válságot megoldani. Nyilvánvaló, hogy a helyzet már oly mértékben rossz, de nem csak a belpolitikáról beszélek, hanem most a nemzetközi helyzetről beszélek. Oly mértékben rossz, hogy önerőből ezt már nem lehet megoldani. Tehát én úgy gondolom, hogy a legfontosabb az az, hogy tárgyalásokat folytatni olyan külpolitikai szereplőkkel, akik Magyarországra legnagyobb hatással vannak. Nyilvánvaló, hogy az Európai Unió vezetőivel, nyilvánvaló, hogy Amerika, és nyilvánvaló, hogy Oroszország. Ezeket tudomásul kell venni, aki ezt nem veszi tudomásul, az
az indulatból. Na, de egy uniós ország az miért tárgyaljon külön például Oroszországgal? Mindenki. Hát van egy egységes uniós álláspont. Én úgy gondolom, hogy én azok közé tartozom, akik rettenetesen szeretnének egy közös Európában gondolkodni, és szeretnének egy boldog, békés Európában élni. Én nekem még volt piros útlevelem, amiben 3 évben egyszer mehettem csak külföldre, és baromira örülök a határnyitásnak, és baromira örülök a szabadságnak, és nagyon szeretek Olaszországba járni, és a világ minden szegmensében voltam, mindegyik kontinensen, elsősorban a sportnak köszönhetően. Nagyon nyitott vagyok a világra, és szeretném én ehhez a világhoz tartozni, de azért azt tudomásul kell venni, hogy a passzát szelet azt máshol is fújják, és tudomásul kell venni, hogy ebben az európai integrációban most nagyon komoly gondok vannak. Nagyon-nagyon komoly belső problémák vannak, nagyon komoly belső feszültségek vannak, és aki nem látja azt, hogy ezek a Oroszországgal szembeni szankciók, ezek úgy tűnik, hogy egyre jobban sújtanak minket, egyre jobban sújtják az európai uniós országokat, mint Oroszországot, az én szerintem tévúton van. Úgyhogy, mint ahogy annak idején a Oroszországban csak a Globusz konzervet ismerték, és a magyar almát vették meg, úgy azt mondom, hogy ez egy politikai realitás, földrajz és politikai realitás, hogy egy kicsit közelebb vannak, mint Amerika Magyarországhoz. Hát földrajzilag biztosan, na de akkor azt is realitásnak kell venni az orosz agressziót. Mert akkor ezek szerint az is egy tökéletes realitás, hogy lerohanták, hát akkor így jártak. Igen. Azért ezt nem lehet tudomásul venni, tehát a szankcióknak az eredendő célja az, hogy Oroszországot anyagilag elgyengítsék, vagy a háborús erőforrásait gyengítsék. Ez egy szerintem teljesen rendben lévő cél. Igen. Másképp más eszköz nincs. Igen. A rendszerváltásnak is ez volt az eredendője. Akkor ugye egy régen nevű figura, aki akkor az Egyesült Államok színészből lett elnöke volt, kitalálta az űrprogramot, ezt a csillagháborús programot, amiből tulajdonképpen nem sok volt igaz, mégis a Szovjetuniót olyan helyzetbe hozta, hogy szétesett. Tehát azért ezek a technikák, technológiák, ezek nem hiába. Igen, valók. Hát ez a dolog felveti persze a tyúknak és a tojásnak a kérdését, melyik volt előbb, és nyilvánvaló, hogy hát nem kell messzire mennünk, Kéri László erről több eszmecserét folytatott, hogy melyik volt előbb a tyúk vagy a tojás, melyik volt előbb az agresszió, illetve hogy ki volt az agresszor. Én nem akarnék ebbe belemenni, én azt mondom, hogy tudomásul kell venni azt, hogy Magyarországnak több olyan projektje van, több olyan elköteleződése van, ami orosz relációt feltételez. Csak beszéljünk az energetikáról, beszéljünk Paksról. Ne beszéljünk másról, ne beszéljünk még a metróról, ne beszéljünk még sok minden másról. Én úgy gondolom, hogy ez politikai vakság, aki csak egy irányba gondolkodik. Én szívesen beszélek Orbán Viktor hibáiról, de úgy gondolom, hogy azért ezt, főleg egy ilyen nehéz helyzetben, ezt egy kicsit másként is kell tekinteni. Rendben van, de az én Európai nem Unió... gondolom azt. Hát én úgy gondolom, hogy Németországban most baromi nagy baj van. Hát azért sokkal kisebb, mint nálunk. De az a probléma, hogy az Unión belül nincs még egy olyan ország, ami így egyoldalúan elkötelezett volna energia vonatkozásba az oroszok irányába. Mi vagyunk és ennek semmiféle reális indoka nem volt, hiszen ha más ország be tudja szerezni Norvégiából. Ha erről beszélünk, akkor én kezdeném a rendszerváltásról, vagy Bőst Nagymarosról. Hát szerintem az eredendő bűn ez volt. Ha az a Bőst Nagymaros megvalósult volna, akkor másként gondolkodnánk erről is. Igen, én nagyon-nagyon is, nagyon partner vagyok a ma nagyon divatos ökopolitikáról beszélni.
zöldekről már nem beszélnék, az más, az nekem az kicsit egy lejáratott történet. Ökopolitika az inkább elfogadható. Én nagyon, az én házamon is van napellem, én nekem elektromos autóm van, és szelektíven gyűjtök, és nem sorolom tovább a dolgot, tehát én a saját mindennap életemben is így élek, és így gondolkozom, és úgy gondolom, hogy jó lett volna, ha az elmúlt évtizedek kormányai, beleértve a szocialista kormányzás, az MDF kormányzást, és a Fidesz kormányzást, jó lett volna, ha ebbe az irányba gondolkodnak, és jó lenne, ha itt szélerőművek, napelemek és egyéb lehetőségek lennének, tehát én magam abszolút partner vagyok ebben. A politikai realitás az az, hogy Magyarországnak ma van egy elköteleződése Paks 2 tekintetében, ami olyan politikai, gazdasági, pénzügyi következményekkel jár, amit az egyszerű átlagember fog megérezni a saját bőrén. Tehát aki csak egy oldalra hajlandó tárgyalni, és csak mint a lovaknak a szemellenzője, csak így, az sajnos hibát követel, és ennek az árát az egyszerű emberek fogják megfizetni. Az előbb azt mondtam, hogy én egy boldog Európában szeretnék élni. Nem kérdés. Az orientáció az nem kérdés. De egy dolog az orientáció, és más dolog a realitás. Más dolog az, hogy milyen helyzetbe sodorták az elmúlt évtizedek kormányai. Nem a Fidesz, nem csak a Fidesz. Az elmúlt évtizedek kormányai milyen állapotba sodorták az embereket és az országot. Ezért minden olyan politikai erővel, akik ma a világ szekerét bármilyen irányban is húzzák, vonják, azokkal nekünk ki kell egyezni, azokkal tárgyalni kell. Abban nem reménykedhetünk ma, hogy egy marsall segélyt kapunk. Ma még abban a helyzetben sem vagyunk Európában, mint a csatlakozás idején, hogy Magyarország egy olyan kedvező barak volt, hogy nyugodtan kérhettük volna az adósságok elengedését. Egy egészen új szituáció van. Szerintem ma csak úgy szabad gondolkodni, hogy mi az, ami a magyar emberek érdekeit képviseli. Ma nem szabad ideológiában gondolkodni, irányzatokban gondolkodni. Ma pragmatikusan csak azt szabad csinálni, az emberek sorsát érinti. Figyelj, mi abszolút abban gondolkodunk, hogyha igaz lenne, és ne legyen igaz, Ág Kéri Ceglédi előrejelzése, akkor egy olyan árnyék addigra, ez most jelenleg egyébként folyamatban, egy olyan árnyékkormányt állítsunk fel, amelyben egy darab politikus sem lehet, és Magyarország legnagyobb elméit, legnagyobb vezetőit, pénzügyi, gazdasági. De ebbe szerinted Orbán bele fog egyezni? Tehát ő, mint karakter, mint politikai személyiség. A tanulmány, Ceglédiék tanulmány az arról szól, hogy megborul a rendszer. Nem kell neki beleegyezni. Meg össze fog dőlni a rendszer. Ebből. Abszolút. Tehát ő kiesik. Tehát mi egy olyan szituációra készülünk, amikor ez a NER megborul, és nem szeretnénk, ha azok az ellenzéki pártok, akik eddig bizonyították alkalmatlanságukat. Hát ők a rendszer részei. Így van, ők a NER részei. Mi egy ilyen állapotra készülünk. Az előbb mondtad a marsall segélyt, de hát azért van segély. 5800 milliárd euró segély járna nekünk csak a COVID helyzet kijavításáért. Ezt Európa, az Unió minden ország, azt hiszem kettő kivételével már megkapta. Mi még egy kanyit nem kaptunk belőle, mert hát bizonyos feltételeket nem teljesítünk. De erre a segélyre mi nem számíthatunk. Hát miért ne számíthatnánk? Mert abban azért, a pillanatban, hogy azért, a jogállamiság helyre áll. Hogyha ez a NER jövő év elején, mondjuk a télen omlik össze, akkor már ez nem lesz leívható. Én ebben nem vagyok biztos. Ez biztos. Tehát ez jövő év januárjáig van szanszunk arra. Ha addig nem tesszük meg a szükséges lépéseket, ha addig nem tesszük meg az engedmények az unió felé, akkor ez a büdzsé már nem lesz. De még mellette van 10 milliárd euró kedvezményes hitel. Hát legyen így, de így legyen. Csak az azért csak mondom, hitel. Hogy a nemzetközi környezet, de kedvezményes, 0%-os hitel, ami olyan, mint az egy ingyen hitel. Tehát lenne itt pénz, ezt csak azért mondom, mert mondtad, hogy most össze kell fogni mindenkinek, de örülök, hogy kimondtad, hogy Orbánnal ez nem fog menni, tehát a NER-nek ebbe bele kell
buknia, mert ha nem... Hát... Egy ilyen szituációról beszélünk, amikor összeomlik a rendszer, ezért hivatkoztam erre a tanulmányra. Uh-huh. És akkor alakul az árnyék kormány, amit szakemberek fognak létrehozni, és ami helyre fogja tenni. Az ország legkomolyabb vállalkozói, pénzügyi, gazdasági szakemberei lesznek benne, és egyetlen egy politikus sem lehet benne. Hát valakinek azért kéne, aki ezt az egészet összefogja, mert a sok szakember, ha elkezd egymásról vitatkozni, annak sincs. Tehát hát valakinek én úgy gondolom, hogy ezt majd ennek a szociáldemokrata pártnak kell koordinálni és összefogni. De az embereknek elegük van a politikusokból és a pártokból, és bizonyították azt, hogy ez ide vezet, úgyhogy mi egy új alternatívát kínálunk, és egy olyan intézményes terepet, keretet teremtünk meg, hogy ne legyen pártelit, ne legyenek sanda szándékok. Itt mindenkit várunk, ez mindenki pártja lesz. Ja, hát ez egy nagyon, nagyon biztató, hogy haladunk a beszélgetünk vége felé, mert fogy el az idő, ez egy nagyon biztató. Mi de hogy is... ne tűnjön úgy, hogy az embernek bilibe lóg a keze, mivel 4 esztendeje dolgozunk ezen barátaimmal, társainkkal, azt azért el kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon várják az emberek egy új politikai orientációnak a megjelenését. Több száz, elmondhatom, több száz ciklusok óta regnáló polgármester várja ennek a politikai orientációnak. Mondom, több százzal vagyok kapcsolatban, akik nem 4 év, hanem 12-16 esztendeje polgármesterek, és nagyon várják egy új politikai orientáció megjelenését. És én úgy gondolom, hogy egyébként azok az önkormányzati képviselők, akik a ellenzéki pártok színeiben indultak, ők is belátják, hogy nem lehet már elég az ellenzéki pártok színeiben indulni, az nem vezet sikerre. Tehát itt most újra kell gombolni a kabátot. Azon vagyunk, nem tekintünk ellenségnek senkit, de azon vagyunk, hogy a politikai pártok lássák be azt, hogy ez az ellenzéki összefogás nem jött össze, és ők is segítsék ennek az új orientációnak az életre hívását, illetve megvalósulását. De akkor ezt nagy örömmel hallom, hogy akkor nyilván a Szociáldemokrata Uniónak van egy új önkormányzati elképzelése, ami visszaadná azt a rangot és azt a feladatot az önkormányzatoknak, amitől a NER megfosztotta őket, hiszen nyilván te is tudod, meg minden hallgatónk tudja, hogy az önkormányzatok gyakorlatilag az építési engedélyek kiadásától kezdve az iparűzési adó beszedéseig mindentől a gépjárműadó beszedéseig, ami a helyi forrásokat biztosította, meg lettek fosztva. Márpedig a demokrácia két pillérén áll, az egyik az az országgyűlés, a parlament, amelyik a kormányt ellenőrzi, a helyi akarat pedig az önkormányzatokba testesül meg és valósul meg, és akkor ez egy fontos eleme a Szociáldemokrata Unió programjának, hogy az önkormányzatoknak visszaadja ezeket a jogköröket. Köszönöm ezt a kérdést, mert ez alkalmat ad arra, hogy elmondjam, hogy évtizedekre visszatekintve a szociáldemokrácia az azon alapul, hogy az állam irányítása az a egészségügyben, a társadalombiztosításban és a foglalkoztatásban, magam hozzáteszem még, hogy az oktatásban. Tehát az államnak ez a 4 terület, a szociáldemokrácia felfogása szerint, ez az a 4 terület, amit nagyon kézben kell tartani, ez az a 4 terület, amivel a nagy tömegek érdekeit tudja képviselni. Egyéb területeken nyilván a piacgazdaság, másrészt pedig, amit most az előbb említettél, az önkormányzatok szerepét kell erősíteni, és feltételezve, de nem megengedve azt, hogy ez a válság, ez a recesszió, ez bekövetkezik, az önkormányzatoknak lesz a legnagyobb szerepe, hogy helyi szinten mérsékeljék azokat a károkat, amik jelentkezni fognak, élelmiszerhiány és egyebek. Az önkormányzatoknak lesz a legfontosabb szerepük, hogy annak az adott közösségnek a közbiztonságát, ellátását szervezik. Meg hát azért az oktatást és az egészségügyet állami feladatként jelölted meg, ami helyes,
Na, de ezért a szubszidiaritás csúnya szó, de ott szülessenek a döntések, ahol a döntésekhez szükséges legtöbb információ rendelkezésre áll, például az egészségügy ilyen, tehát a házi orvosi szolgálatot azt nehéz lenne olyan állami irányítás alá venni, aminek abszolút helyi specifikumai vannak. Tehát ha visszakapják az önkormányzatok ezeket a jogköröket, akkor szerintem nagyon nagyot fog javulni a helyzet. Ráadásul, ahogy mondtad, a nyomor, mert hát sajnos arra számíthatunk, hogy itt erős életszínvonal visszaesés lesz, annak a tompítása a helyi viszonyok ismeretében szintén az önkormányzatok... Erre utaltam az előbb, hogy igen, sajnos az önkormányzatok... Sajnos nagyon nagy az önkormányzatoknak lesz. Függetlenül attól, hogy az kormányzati vagy ellenzéki vezetője van, óriási felelősségük lesz. Nagyon-nagyon össze kell fogni minden kormányzati és ellenzéki polgármesternek, hogy koordinálni tudják ezt az iszonyatos válságot, ami itt várható. Visszatérve arra, hogy a kórházakat, egészségügyi intézményeket visszaadni, azokat csak úgy érdemes visszaadni, hogyha forrásokat is kapnak. Erre mondtam azt, hogy a legfontosabb feladat egy új kormányzati erőnek éppen ezért a külfölddel tárgyalni. No, hát elérkeztünk beszélgetésünk végére, nem fenyegetésképpen mondom, de azt ígérem, hogy bármi olyan dolog történik a Szociáldemokrata Unió életével kapcsolatban, amiről beszélhetünk egy ilyen egyórás beszélgetésben, akkor nagy örömmel látunk téged vendégül itt a stúdióba. Vajtó Lajos, a Szociáldemokrata Unió elnöke, köszönöm szépen, hogy ide fáradtál, és megosztottad a gondolataidat. És utolsó szó jogán, no. Szociáldemokrácia egyenlő rendpárt, és lopva, plagizálva a kisgazdapártól bort, búzát, békességet. Hát ennél szebb végszót nem is mondhattál volna. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm a meghívást.